Bolygónk legveszélyesebb, legtöbb halált okozó állatai közé bizonyára sokan a nagytestű húsevőket, a trópusi tengerek, végtelen szibériai erdőségek vagy az afrikai szavannák vérszomjas fenevadait sorolnák. Bár a ragadozókról szóló hiedelmeknek gyakran van némi igazság alapjuk, ma már egyetlen húsevő sem akad, amelynek legfőbb prédája az ember lenne. A legnagyobb gyilkosokat nem a nagytestű ragadozó emlősök körében kell keresnünk. Sziasztok, ez itt a Top Világ csatorna, és a mai videóban meg fogunk ismerkedni a Föld 10 leghalálosabb állatával. 10. A nagyfehér cápa. A nagyfehér cápa a világ szinte minden 12 és 24 Celsius fok közötti vízhőmérsékletű tengerében megtalálható, a ma élő nagyfehér cápák valós száma azonban ismeretlen. Hírnevük sokkal rosszabb, mint amekkora veszélyt valójában jelentenek, Steven Spielberg cápa sorozata csak elmélyítette a velük szemben táplált ellenszenvet, holott például a földközi tengerben az elmúlt 2 évszázadban csupán 31 igazolt fehér cápa támadás történt, és csak töredékük volt halálos kimenetelű. Douglas Long, a Berkeley-ben lévő Kalifornia Egyetem kutatója szerint az Egyesült Államokban évente több ember hal meg kutyatámadásban, mint cápatámadásban az elmúlt 100 évben. 9. Kékgyűrűs polip. Ausztrália partmenti vizeinek egy másik halálos állata a kékgyűrűs polip. Nevét onnan kapta, hogy amikor megzavarják, az egyébként világos színű állatbőre besötétedik, és karjain élénk kékszínű gyűrűk jelennek meg. Mérge igen erős, egyetlen állat annyi mérget termel, amely elég 26 felnőtt ember megölésére. Bár maga a csípés fájdalommentes, a mérgezés tünetei azonnal jelentkeznek. A kékgyűrűs polip mérge idegméreg, ami miatt az áldozatnál zsibbadás, látászavar, beszédzavar és bénultság következik be. Ha nem jut gyors orvosi segítséghez, az áldozat néhány percen belül teljesen megbénul, elveszti eszméletét és meghal szívrohamban vagy az oxigénhiány következtében. A méregnek nincs ismert ellenszere, a csípés kezelése szinte csak a mesterséges lélegeztetésre szorítkozhat. Aki túléli az első 24 órát, jó eséllyel felépül. 8. Aranynyílméreg béka. A Kolumbia esőerdeiben őshonos 5 cm-esre megnövő aranynyílméreg béka már feltűnő világos sárga színével is a benne rejlő veszélyre hívja föl potenciális ragadozói figyelmét, így próbálva elkerülni, hogy áldozatukra essen. A legmérgezőbb gerinces a világon. Mérge egy neurotoxin, mely az idegrendszerre van hatással. Meggátolja, hogy az idegsejtek ingerületeket adjanak át egymásnak, az izmok emiatt bénult, összehúzódott állapotban maradnak. A halál rendszerint szívroham vagy kamrafibrilláció miatt következik be. A béka bőrében raktározott méreganyagok nagyon nehezen bomlanak le, egyes beszámolók szerint csirkék és kutyák hullottak el, miután olyan papírlaphoz értek hozzá, amin előzőleg egy nyílméreg béka sétált át. A méreg egy milligramja elegendő 10 000 egér, illetve 10-20 felnőtt ember megöléséhez. Az aranynyílméreg béka fontos szerepet játszik a kolumbiai őslakók, például az emberá indiánok életében, belőle nyerik ki a vadászathoz szükséges nyílmérget. A békát forró láng fölé tartják, mire az állat bőrén át cseppekben szivárogni kezd a méreg. Az ebben megforgatott nyílhegy több mint 2 év elteltével is mérges sebet ejt. 7. Fekete özvegy. A fekete özvegyek közé tartozó 31 pókfaj valamelyikét szerte a világon megtaláljuk, Észak-Amerikától Ausztráliáig. Közülük 3 észak-amerikai faj színezettsége miatt kapták a fekete özvegy nevet. Fekete testük potrohán homokóra formájú vörös folt található. Jól ismert viselkedésük, hogy a párzás után a nőstények elfogyasztják a hímeket, így növelve a fehérje forrásaikat. Bár maguk a pókok nem nőnek különösen nagyra, a nőstény mérete 37 mm körüli, a hím ennél sokkal kisebb, mérgük igen erős, erősebb, mint a kobráké és a korallkígyóké. Viszonylag kevés mérget juttatnak áldozataikba, a csípés először hányást okoz, a nyaki izmok megmerevednek, és az áldozat lassan elveszti eszméletét. Az Egyesült Államokban 1950 és 1989 között 63 ember halálát okozta a fekete özvegy csípése, ám mivel az egész bolygón igen elterjedtek, a fekete özvegyek csípéseinek kitett emberek száma messze meghaladhatja a más, erősebb méreggel bíró pókfajok okozta halálesetek számát. 6. Kafferbivaj. A kafferbivajt a krokodilok és a víziló mellett a legveszélyesebb nagytestű állatnak tartják Afrikában. A közvélekedés szerint, bár erről hiteles tudományos leírás mindeddig kevés született, a sebzett kafferbivaj addig üldözi támadóját, míg el nem pusztítja.
kiszámíthatatlan természete lehet az oka annak, hogy az ázsiai rokonával, a vízibivajjal szemben nem sikerült a háziasítása. A régi időkben az afrikai szafarikon résztvevő vadászok szerint a kafferbivaj egyike volt az öt legnehezebben puskavégre kapható vadnak, az oroszlán, a leopárd, az orrszarvú és az elefánt mellett, de mindközül a kafferbivaj ölte meg a legtöbb vadászt. 5. Kockamedúza. A kockamedúzák hírhettek halálos csípésükről, az ő mérgük a legerősebb az állatvilágban. A csalán sejtjeikből kilövellő tüske felsebzi áldozatuk bőrét, és egyúttal belefecskendezi a méreganyagot. Akit kockamedúza csípésér, valójában igen kevés esélye marad a túlélésre, a fájdalomtól az áldozat sokkot kap, és képtelen mozogni, így könnyen megfullad. 1884 óta legalább 5567 ember halálát okozta bizonyítottan a kockamedúza csípése, a becslések szerint napjainkban évente 100 ember hal meg medúza csípésben. Természetesen a méreganyag elsődleges funkciója nem az emberölés, a medúzák a ragadozók elleni védelemre és zsákmányszerzésre használják. Észak-Ausztrália partjai mentén nyaranta tömegesen fordulnak elő. 4. Skorpiók. Bár a világon élő 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 veszélyes az emberre, ezek az ízeltlábúak mégis 2000 ember halálát okozzák évente. E szám a valóságban ennél nagyobb is lehet, hiszen a skorpió támadások többsége a külvilágtól elzárt területeken történik, és az áldozatoknak csupán kis hányada jut orvosi segítséghez. A skorpió általában védekezésként támad az emberre, amikor odacsap egyet méregtövisével, vagy egy levetett cipő mélyéről támad. A legveszélyesebb skorpiófajok a Szaharában, az amerikai Arizonában és Mexikóban élnek. Általánosságban elmondható, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem azok a skorpiófajok a halálosak, amelyeknek veszélyesnek tűnő, ám de ártalmatlan, hatalmas ollóik vannak, hanem éppenséggel azok, amelyek ollója kicsi. Ezek a fajok ugyanis zsákmányszerzésük közben nem ollóik erejére, hanem az előre nyújtható testvégükön lévő tüskéből lövellő méregre támaszkodnak. 3. Krokodilok. A világon élő krokodilfajok közül az Afrikában élő nílusi krokodil és a Dél-Kelet-Ázsiában honos sósvízi krokodil a legveszélyesebb. Egyedül e két faj támadásai évente 6-800 ember életet követelnek. A parton is meglepő gyorsasággal képesek prédájukat üldözni. Az eddigi legvéresebb krokodil támadás sorozat 1945. február 19-én történt a Ramrész-szigeteki csatában a mai Myanmar területén. A japán hadsereg az angolok elől vonult vissza, miközben átkeltek egy sósvízi krokodiloktól hemzsegő mangrove mocsáron. A 900 katonából 500 élte túl a kalandot, a többiek jó részét széttépték a krokodilok. A szúnyogcsípések után 2001-ben krokodil támadásokban halt meg a legtöbb ember. 2. Indiai kobra. Évente több mint 5 millió kígyóharapás éri az embereket, ebből 125 ezer eset végződik halállal. Bár nem a legerősebb mérgű kígyófaj, mégis az indiai kobra okozza a legtöbb tragédiát, évente 50 ezer ember hal meg a marásaitól. Mint megannyi állat, a kobrák is csak a legvégső esetben támadnak az emberre, akkor, ha nem látnak más esélyt a menekülésre. A kígyómarások nagy része a mezőgazdasági munkák végzésekor éri az embert, például India és Ázsia egyéb rizstermelői országainak a lakóit. A kobrák mérge neurotoxikus hatású, tehát blokkolja az emberi idegrendszer működését, sok kobra mérge emellett véralvadás gátló hatású is. Az összes kobra támadás tizede végződik halállal, ha az áldozat nem jut idejében orvosi segítséghez, fél órán belül légzési elégtelenségben veszti életét. 1. Malária szúnyog. A történelem leggyilkosabb állatai kétségkívül a halálos fertőző betegségeket terjesztő gazdaszervezetek. A múltban a pest is kórokozója követelte a legtöbb áldozatot, amelyet leginkább egy patkányokon élősködő bolha terjesztett. Hasonló szerep jutott a cecelégynek, amely az álomkort okozó tripanoszóma egysejtűeket viszi át egyik fertőzött állatról és emberről a másikra. Napjaink legveszélyesebb, állatok által terjesztett betegsége a malária. A malária, avagy a váltólász kórokozóját a Plasmodium nevű egysejtűt terjesztő szúnyogok, bár maguk ártalmatlanok, mégis a leggyilkosabb állatfajok közé tartoznak. A Föld mintegy 100 országa fertőzött a maláriával, és évente több mint 1 millió, egyes feltételezések szerint akár 2 millió ember hal meg a fertőzéstől, főként Afrikában és Ázsiában. A legvédtelenebbek a kisgyermekek, illetve azok, akiknek gyenge az immunrendszere. A betegséget csak a nőstény szúnyogok terjesztik,
terjesztik, és az általuk szívott vér közvetítésével jut egyik emberről vagy állatról a másikra. Számotokra a felsorolt 10 állat közül melyik volt a legfélelmetesebb? Válaszaitokat írjátok meg kommentbe, és hogyha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha szeretnéd a további érkező videókat is látni, ne felejts el feliratkozni a csatornára. Én megköszönöm mindenkinek megtisztelő figyelmét, a következő videóban találkozunk. Sziasztok!